Műsoros est a Dériné Kulturális Központban, testvérváros delegációja a Városházán. Sokan választják a belföldi strandokat, hazai és határon túli tehetségek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 20-án 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Gimnázium adott otthont a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák 25. találkozójának, amelynek keretében a Dériné Kulturális Központban műsoros estet is tartottak. Az esten fellépett a karcagi gimnázium Bíjana Bolgár Néptánc Együttese, vezetőjük Major János és az iskola Bel Canto kórusa Székely Éva Mária tanárnő vezetésével. Többen szólót is énekeltek és hangszeres kíséret is volt. Ebben közreműködött Molnárné Győri Erika óvodapedagógus. A délutáni GPS túrát Türke Beáta vallástanár értékelte. Én úgy gondolom, hogy mindenki győztes, mert elindult, illetve meg tudjuk azt érteni, aki nem tudta vállalni, hogy részt vesz ezen a programon. Nagy meglepetés lett, teljes holtverseny született. Minden csapat maximális pontokat ért el, még a plusz pontokkal is ugyanaz az eredmény lett. Minden egyes csapat fog kapni majd egy oklevelet, és nem véletlenül készítettük a Bikás háznál azt a csoportképet, mert ezt fogjuk rátenni az oklevélre, hogy emlékbe mindenki haza tudja vinni. És nagyon remélem, hogy most már fognak tudni karcagra, de úgy is gondolni, ha esetleg ecetes uborkát esznek, és eszükbe jut majd Csokonai, vagy a teknős békákról, hogy bizony az régen nagy kincs volt és nagyon finom falat volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a versenyen. Tóth Barna igazgató pedig a találkozó aznapi napjáról, majd köszönte a két művészeti csoportot, vezetőpedagógus munkáját, valamint Nagy Tünde Mária tanárnőnek a Phoenix Diák Színpadban végzett munkáját, hiszen az estet az Abigail című filmprodukció levetítése zárta, amelyet a REFI Phoenix Diák Színpada tagjainak a közreműködésével, saját iskolai környezetben forgattak le a diákok és tanárok közreműködésével évvégén. Mi ezt a 25. találkozót úgy gondoltuk, úgy terveztük, hogy ez nem csak a karcagi találkozó lenne, hanem mi időről időre szeretnénk egységben megjeleníteni azt a 24 alkalmat is, hiszem, hogy a miénkkel együtt egyben a 25-öt, aminek most már részesei vagyunk második napja, hogy ezt egységben lássuk. És ez a kiállítás, ez ennek volt egy ékes példája, és én szeretném megköszönni mindazoknak, akiket ismerhettem, ők vannak kevesebben, és mindazoknak, akiket nem ismerhettem, kezdve a 95-ös kecskeméti találkozónak a szervezőitől, akár résztvevőitől, mindazt a munkát, hogy ez a csodálatos alkalomsorozat eljuthatott ide, nem csak ide karcagra, hanem ide a 25. alkalomra is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy ilyen különleges értékkel gazdagodott akkor is, gazdagodik azóta is folyamatosan a református egyházunk és azon belül is a református középiskoláinknak a szervezete, közössége. Ezen a mai estén is terveztünk még olyan programot, ahol egységben szeretnénk megmutatni valamilyen formában ezt az összetartozást és ennek a 25 találkozónak az egy rendszerben való látását. A filmvetítés után a Városháza előtt lézersó volt. Karcagváros testvérvárosainak delegációját fogadta Karcagváros polgármestere a Városházán. Szepesi Tibor karcagváros polgármestere fogadta a városban vendégeskedő testvérvárosok delegációit. A baráti hangulatú megbeszélésen a vendégek betekintést kaptak a városunkban zajló beruházásokról. A bemutató után a kivitelezés helyszínén tekintették meg a történelmi léptékű munkálatokat. A turizmus fokozatos helyreállását tükrözik a legfrissebb statisztikai adatok. A belföldi turizmus idén elérheti a járvány előtti szintet. A vendégészakák száma 2021 májusához képest 2,5-szeresére nőtt, 2019 azonos hónapjához mérten 32%-kal csökkent.
A belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken, szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőház telepeken, valamint közösségi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma elsősorban a járványügyi korlátozások miatti alacsony bázis következtében idén májusban több mint másfélszeresére nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva, azonban 22%-kal elmarad a koronavírus járvány kitörése előtti 2019 májusi értékektől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma több mint 6-szorosára emelkedett, de még így is 40%-kal kevesebb volt a 2019 azonos időszakánál, jelentette ki a KSH. Az adatok a fokozatos helyreállást tükrözik, az első 5 hónapban 325%-kal nőtt a vendégészakák száma. Kitért arra, hogy a 2019 májusihoz képest a vendégészakák száma 32%-kal esett vissza. Ezen belül a belföldi és a külföldi egyaránt elmaradásban van. A havi megtorpanást az okozhatta, hogy a pünkösdi hosszú hétvége idén júniusra esett. A zoomban a fokozatos helyreállást tükrözi, hogy az elmaradás mértéke rendszerűen egyre kisebb. A tavaly májusi fokozatos nyitással érdemben élénkült a szálláshelyek forgalma. Addig éves bázison továbbra is kimagasló növekedést mutatnak a szálláshely adatok. A járvány enyhülése és a magas átoltottság hatására számos országban szinte minden korlátozást feloldottak, így kedvező kilátásokkal indult az idei év. Egyre több tengeren túli járat is kezd visszatérni. A szálláshelyek forgalmát a felhalmozódott, óriási, kielégítetlen igény is élénkítheti. Világszerte megfigyelhető az utazási kedv markáns élénkülése. Egyes turisztikai célpontokban történelmi csúcsra számítanak. A hosszú hétvégéken kimagasló a belföldi turizmus, a vidéki szálláshelyek általában teltházzal üzemelnek. Továbbra is kérdésnek nevezték, hogy a korlátozások megszűnése után milyen gyorsan indulhat újra a turizmus az esetleges, óvatosabb magatartás miatt. Az elemző szerint gyorsan, mivel óriási, kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt 2 év során, így rengetegen pótolhatják elmaradt utazásaikat, nyaralásukat, amit alátámasztanak az előfoglalások és a légitársaságok beszámolói a repülőjegyfoglalásokról. Az üzleti turizmusban szerinte igény van az elmaradt konferenciák, kiállítások, vásárok megtartására. Nemzetközi sportrendezvények és a nagyobb nyári fesztiválok megtartása szintén élénkítheti a turizmust a nyári hónapokban. A távol-keleti járványhelyzet miatt ugyanakkor a távol-keleti vendégkör visszatérése csak később lehetséges. Kockázatot jelent, hogy számos európai országban az infláció érdemben meghaladja a bérnövekedést, így a megélhetési költségek növekedése fékezheti a kilábalóban lévő nemzetközi turizmust. A belföldi turizmus helyreállítását pedig a magyar háztartások jelentősen magasabb külföldi utazási hajlandósága fékezheti némileg. Eléggé meleg van, nagyon jó idő strandolni. Nagyon jó időnk van, igen. Örülünk neki. Végre itt a jó nyár, vakáció. Kedvező időnk van nyaralni, úgyhogy ez a legjobb. Én elég sűrűn járok ide. Hajdúszoboszlóra, Szolnokról jöttem, de ennyire nagyon meleg még egyszer se volt. Itt nagyon-nagyon lehet érzékelni, hogy nagyon meleg van. Melegnek, meleg van, de szerintem ez a strand, ez nagyon jó, nagyon jó. Hát, az egy igaz, hogy nagyon meleg van, néha-néha fúj a szél, nagyon jó, főleg napozni. Most már nagyon jó időjárás van, tegnap előtt mi szombaton érkeztünk, akkor nem volt jó, mert hideg volt, de viszont a hölgynek, aki árulja a pólókat, nagyon jó jár, el tud adni az összes pulóvert. Ennek nagyon örült ő. Mi nem annyira, most már megjött a jó idő, szombatig maradunk, és ez nekünk nagyon jó. Így. Nem aggódnak, hogy túl jó lesz? Nem aggódunk, hogy túl jó lesz, mert a Apollóban vagyunk elszállásról, ott van fürdő, minden van a helyszínen, nincs semmi. Most meg voltunk a Bocskai Múzeumban, és nagyon szép volt. A nemzetközi turizmus fokozatos javulását tükrözik a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is, amelyek meredek felpattanást mutatnak. Májusban a légi utasforgalom több mint 11-szeresére nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 22,4%-kal marad el a 3 évvel ezelőtti, járvány előtti 2019 májusi szinthez képest. A turizmus bár lassan, de biztosan élénkül, látszik az egyértelmű emelkedés az adatokban.
A járvány előtti 2019-es teljesítményhez képest azonban még elmarad a teljesítménye. A belföldi turizmus a külföldinél gyorsabban nőtt, az ilyenkor májusban szokásos külföldi túlsúly ellenére. Jelezték, idén nyáron nehezíti a külföldi vendég éjszakák emelkedését az európai légitársaságoknál tapasztalt fennakadás. Ezzel együtt is javulni fog a nyári hónapokban a külföldi turizmus, a belföldi pedig elérheti a járvány előtti szintet, mutattak rá. A külföldieknek kedvez, hogy gyenge a forint, ami olcsóbbá teszi a nyaralást. A magyaroknak ugyanakkor drágul a külföldi nyaralás. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok tehetségfejlesztő szervezetek támogatására a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács pályázatot nyújtott be Nagy TNTP kötőjel HTTS kötőjel 21 kötőjel 0012 azonosító számon a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Madarász Imre Egyesített Óvoda irányításával. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 2 097 000 forint. Pályázati program célja a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gyakorlatok széles körben való megismertetése, a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok együttműködésének támogatása, a meglévő jó gyakorlatok térségi szinten történő bemutatása, bevezetésének támogatása. A tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismerkednek meg, amelyeket saját mindennapi gyakorlatukba beépítenek. A tehetséggondozó pedagógusok számára szervezett team munka, esetmegbeszélés online formában valósult meg. A tehetséggondozó műhelyek folyamatos működtetéséhez, fenntarthatóságához, a digitális világ lehetőségei, az élmény és felfedezés központú komplex tehetséggondozó program megvalósításához nyújtott támogatást. 2022. április 13-án megvalósult szakmai fórumon a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács hatókörébe tartozó tehetségpontok tagjai és a tehetséggondozás iránt érdeklődők 7 településről érkeztek, akik szakmai előadásokon, konzultációkon a tehetséggondozás innovatív lehetőségeire, a digitális kompetenciák elmélyítésének lehetőségeire fókuszáltak. A partneri és támogatói hálózat bővítését segítették a megvalósult szakmai programok. Az a Játszd újra kreatív alkotó kiállítás, valamint a Komázó. A térségi tehetségsegítő tanács honlapja a www.ktt.hu és a tehetséggondozó műhely munkát bemutató szakmai kiadványok lehetőséget teremtenek a térségben megvalósuló tehetséggondozás eredményeinek folyamatos, széleskörű bemutatására, tájékoztatásra. A pályázati program eredményeként a térség tehetségpontjai, tehetséggondozás támogató intézményei, szervezetei, alkotóművészei között párbeszéd, együttműködés, támogatási forma tovább bővült a folyamatos fenntarthatóság a tehetséggondozás fejlesztése érdekében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!